Vendégünk a Vörös Kereszt Békés Vármegyei Szervezetének igazgatója, Tóth Zoltánné, köszöntöm stúdiónkban. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. A 2023-as évet értékelték a Békés Vármegyei Vörös áprilisban megtartott közgyűlésén Békéscsabán. Csabán. A küldöttek hogyan fogadták a beszámolót? Hát ugyan jócskán már benne járunk a 2024-es évben, de hát mivel egyesületi formában működik a Vármegyei szervezetünk, így legfelsőbb szervünk nekünk is a közgyűlés, aki értékel, illetve elfogadja az előző évben végzett munkánkról, mind a gazdasági, mind a tartalmi, szakmai munkánkról szóló beszámolókat. Hát a küldöttek nagyon-nagyon jól fogadták a tartalmas beszámolókat. Úgyhogy velünk dolgoznak gyakorlatilag. Minden nap velünk vannak, ismerik, hogy mit dolgozunk. Hát nem volt sokkal könnyebb, illetve egyáltalán nem volt könnyebb, mint az előző év, a 2023-as év, hiszen minden feladatot hoztunk magunkkal, mind az alapfeladatainkat, illetve hát ami 2022-ben tovább jött velünk, ez a háborús menekültek ellátása, az élelmiszermentés. Hát természetesen csináltuk tovább a, a, a vérazatokat, minden nap, illetve az első segélynyújtást, és hát amit elsőként kezdtünk ért, vagy kezdünk értékelni mindig, az mindig a szervezettségünk, hiszen a vörös kereszt egyesületi formában működik, a legalsóbb szinte nálunk az alapszervezetek, és mi 108 kis alapszervezetet működtetünk. Tehát mi a 108 kis egyesületet olyan formátumban működtetünk, ez hat területi szervezetünk fogja össze és van a megye, így dolgozunk, és mintegy 7454 tagja van Békés Vármegyében a Vöröskeresznek. Úgyhogy ezeket kell összefogni, de ebben nekünk mintegy 671 önkéntes segít, és ez óriási segítség, hiszen a 11 kollégám erre nyilván nem képes, hogy minden vármegyei településen ott legyen, de arra igen, hogy összefogja mint ahogy említettem is, ezt a 108 kis alapszervezetet a 671 önkéntessel együtt, így remekül meg tudják csinálni minden feladatunkba gazdasági szempontból hogyan értékelni milyen évet zártak 2023-ban Hát, hála jó Istennek, hogy ezt tudjam mondani, hogy rendelkezünk is tartalékkal, de nagyon-nagyon feszes a gazdálkodásunk, hiszen hat irodát tartunk fönt, és amiből bevétele van ugye a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezetének, az az első segélynyújtó vizsgák, a lendő gépjárművezetőknek, illetve a, a véradásokból származó költségtérítést, és hát nagyon-nagyon feszesen, de azért úgy tudtunk gazdálkodni, hogy pici eredmény is született. Úgyhogy igazából ez a cél, hiszen nullásra tervezzük mindig, ugye a költségvetési tervünket, de, de az a cél, hogy azért tudjunk úgy gazdálkodni programokat, csak úgy valósítunk meg, hogyha arra forrást találunk, tehát pályázatokból igyekszünk mindent úgy, úgy, és hát a költségeinket meg nyilván minimalizáljuk. Illetve vigyázni arra, hogy ne lépjük túl. Ahogy említette, az ukrán menekültek ellátása a szervezetnek továbbra is több lett feladatot jelent. Őket hogyan tudják segíteni? And, ugye 2022. február 24 óta mióta elkezdődött a háború, folyamatosan napi szinten jelen vannak az életünkben, hiszen a örös ugye a háborús dolgokra alakult, és mi, miután már letelepedtek Békés megyében, jelen pillanatban folyamatosan úgy ellátjuk őket is, 34 helyen vannak, mintegy 250 fő a megyei szervezetnél, folyamatosan követjük őket, hiszen ahogy említettem, a kollégáim minden településen jelen vannak az önkénteseinkkel együtt, és ö, mindig tudják, hogy ki hol tartózkodik, és a, hát már az itt levő menekültek is tudják, hogy mi ö, hova kell fordulniuk segítségére. Aztán 2023-ban Magyar nyelv tanfolyamot és zenés tornát szervezünk számukra a bármegyei szervezet székházában. Minden csütörtökön bejönnek hozzánk és tanulják a nyelvet, illetve hát integrálódnak. Megpróbálunk nekik minél több programot szervezni. Most is a múlt héten csütörtökön volt az anyáknapja, most ugye következik a, a gyermeknap. Megpróbáljuk, hogy minél hamarabb beilleszkedjenek, illetve jól érezzék magukat itt biztonság ...ban, Békés megyében. Az elmúlt időszakban, mintegy 3300 alkalommal, nyilván nem ennyi fő, de alkalommal láttuk el őket, ez azért tartós élelmiszer, higiéniai szerekkel, és ahogy említettem, különböző programokkal is takarja. Úgyhogy igyekszünk minél jobban odafordulni feléjük, hogy biztonságban legyenek, illetve jól érezzék magukat itt Békés vármegyében. Visszatérve a véradásokhoz, lehet azt tudni, hogy 2023-ban hány alkalommal és milyen eredménnyel szerveztek véradásokat Békésben? A 2023-ban mintegy 929 alkalommal szervezett a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete véradásokat, és mintegy 18.778-an jelentek meg. Nyilván ez nem ennyi véradót akar, hiszen van, aki egyszer, van, aki ö, háromszor van, van, aki ötször érkezik. Minden nap ugye van többször a Vármegyében véradás, hiszen előző év októberében mindig az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen megtervezzük a napi véradások menetét, és aztán ugye a kollégáim minden hónap elején leegyeztetik a következő hónap véradásait, és ütemesen folyik. Hála a jó Istennek, mint egy 1500 új véradónk is jött Természetesen sajnos ugye esnek is ki, ezért folyamatosan kell dolgoznunk azon, hogy mindig jöjjenek új véradók, azért a Békés Csabai, illetve a megyei középiskolákban mindenütt ott vagyunk, és hát nyilván természetesen kívülről is várjuk a, a Nagyon-nagyon sok kitüntetést adtunk át, mint egy 1500 főnek adtunk át 10-től egészen 150 főig. Egy fő kapott tavaly a Provita díjat, a vasas György Joma Endrődről, aki 134 véradónk, ez az egészségügyi minisztérium által alapított díj, úgyhogy hál' Istennek mindig minden évben ilyen magas számban tudunk kitüntetéseket átadni, de ez egy folyamatos munka, hívjuk, várjuk most is a véradókat, a mai napon a www.véradás.hu-ra ugye fölmennek a véradók, ott mindig megtalálják, hogy az adott időpontban mikor van véradás Békés megyébe, vagy hol van a legközelebb hozzájuk levő véradások, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hiszen folyamatosan kell biztosítani a kórházaink számára ezeket a vérelátásokat. Ha a véradások eredményességét és hatékonyságát nézzük, az évente állandó, vagy azért vannak eltérések? Hát megpróbáljuk, igen, közel azon szinten, mindig 20.600 főre tervezünk, ezt vállaljuk a, a szolgálattól, és szoktuk elemezni, igen, minden évben, hogy gyakorlatilag hol állunk a tavaly évben 8 alkalommal többet kellett ahhoz szerveznünk, hogy körülbelül ugyanaz a fő megjelenjen a víradásokon, hiszen Hát nyilván sokan dolgoznak, sokan oda vannak külföldön, több helyen, tehát több alkalmat kellett biztosítani arra, hogy közel azon a szinten, de, de közel azon a szinten azért évek óta megjelennek véradóink, és hálás köszönet nekik, hiszen nyilván nélkülük nem tudjuk biztosítani ezt a vállalt donor mennyiséget, illetve hát nem tudnának a kórházak működni. Úgyhogy igyekszünk minél több alkalmat a Vérelátó Szolgálattal közösen biztosítani, hogy hogy minél több alkalommal el tudjanak menni, hiszen a településeken is több alkalommal ott vannak, itt a Véradó állomáson, itt minden nap ugye van nyitva. Gyulán heti két alkalommal, hétfőn és pénteken, Orosházán is kedden, Csütörtökön, tehát itt is van a megyeszékhelyen, illetve a nagyobb városokon minden ott van alkalom, a, 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 hogy be tudjanak menni el tudják érni ezeket a véradásokat. Ha a Békés Vármegyei szervezet egészét nézzük, milyen programjaik, feladataik lesznek még ebben az évben. Hát a véradások mellett, ugye amik mindennaposak, és mint legtöbb időt töltünk ezeknek a szervezések mellett, ugye folyamatosan zajlanak a lendő gépjárművezetők elsősegélynyújtó vizsgái, ezt igény szerint szervezzük, hiszen a, csak úgy kaphatnak továbbra is jogosítványt a lendő gépjárművezetők, hogyha eljönnek hozzánk ugye vizsgázni. És ahogy említettem már, ugye, nagyon benne vagyunk az év már lassan ugye a közepébe, de azért folyamatosan ugye zajlattak az alapszervezeteink, taggyűlései, a területi szervezeteink, hiszen az a következő szint, akkor a megyei közgyűlés meg volt már, és ahogy említettem, anyáknapi programokat szerveztünk most éppen a hétvégén egy alapszervezetünk szervezett megyesbodzáson anyáknapi akciót, hiszen az anyáknapját a Magyar Ifjúsági Varuskereszt honosította meg, de ma már egy csecsemőgondozó verseny lesz, megyei csecsemőgondozó verseny májusban, és természetesen szervezzük a megyei nyújtó versenyt is május 28-án de még közben ugye vannak társzerveink külföldön is, és május 15-én Zrenyaninban fogunk menni egy csapattal, egy Békés Csabai csapattal, hiszen Zrenyanin az Békés Csaba testvértelepülése, és köztünk is van együttműködés, szerződés. oda fogunk menni, május 22-én Aradra megyünk, szintén egy csapattal, versenyezni, és természetesen ők is jönnek majd május 28-án hozzánk. Aztán május 8-a, ugye a Vöröskereszt világnapja, ez alkalomból is e körül szoktuk mi megbecsülni az önkénteseinket. Először mindig az országos ünnepségben, ez május 24-25-én lesz most Vas-megyében műkön. Lesznek, akik majd ott veszik át a kitüntetésüket, de a Vármegyei Szervezetünk május 30-án tartja majd a Galzon szállóban a megyei ünnepségét, ahol mintegy 25 önkéntesünk vesz át különböző kitüntetést, úgy hogy igazán tényleg sűrű a, a programunk, és hát ahogy említettem is, a napukat meg kitöltik a kérandások és ennek előkészítése, és természetesen nyilván ott vannak a, a, a nyelvtanfolyam folyamatosan, illetve a zenés tornák szervezése, és egyéb integrációs programok. Ha az első négy hónap eredményeit, adatait nézzük, ön mire számít? Mennyire lesz sűrű az év további része? De mind véradásban, ahogy említettük is, azt gondolom, hogy elég sűrű természetesen, hiszen már a júniusi hónapokat is, meg a többi hónapokat is tervezzük. Talán a nyár, szokott egy nagyon-nagyon picit könnyebb, de ott is mennek a napi feladataink könnyebb lenni, hiszen ott azért mindenki egy kicsit szabadságra megy, de azért nem áll meg az élet, úgyhogy én arra számítok továbbra is, hogy ugyanilyen sűrű programokkal vagyunk, hiszen júniusban is még lesz nekünk olyan programjaink, hogy nyugdíjas találkozó, hogy lesz egy háromnapos értékelő programunk, ami amiben a vármegyei szervezet erősségeit mérik föl, majd egy 15 fős csapat, tehát folyamatosan szervezzük ezeket a programokat is pluszban, és hát nyilván írjuk közben az országos igazgatóság által kiírt pályázatokat, amint szintén szeretnénk pályázni, hiszen minden évben volt a vármegyei szervezetünkben tábor, illetve különböző programok, úgyhogy ezek is most folynak, hogy most kell elkészíteni, és hát nyilván a nyáron megvalósítani különböző gyermekprogramokat, hiszen bázisiskoláink, bázisovodáinkban is szoktuk ezeket megtartani, és velük együtt, úgyhogy hát azt gondolom, hogy, hogy továbbra is sokat dolgunk, illetve nem fogunk unatkozni a következő időszakban, és hát nyilván minden nap sokat-sokat kell azonra dolgozni, hogy a véradók azért jöjjenek, hiszen a Magyar Vöröskereszt feladata a szervezés, illetve a helyek biztosítása, illetve hogy ott minden rendben menjen, és az országos vérellátó szolgálat meg a szakmai részt ugye bonyolítsa. De hát az a cél, hogy tudjuk teljesíteni ezeket a vállalt számokat ezért egyre azért többet-többet kell napi szinten nekünk tenni. De hát ez a dolgunk, és végzik a, a feladatot a kollégáim is, illetve az önkénteseinkkel közösen, és hálás köszönet nekik. Elsősorban nyilván a véradóknak szoktuk mondani, de, de nyilván azok, akik ebben segítenek nekünk, mind a társzerveink, mind pedig az önkénteseink. Nélkülük nem tudnánk, vagy nehezen tudnánk létezni. Ugye a vörös kereszt nem csak a vért, de az adományokat is gyűjti. Tavaly mennyit sikerült jó helyre juttatniuk? Hát a tavalyi évben mintegy 89 millió forint értékű adományt ö, ö, osztottunk ki, mintegy 63 ezer főt értünk el ezzel. Hát jelentős mennyiségű, amit említettem is, hogy az élelmiszermentésből származó tevékenységünk mintegy 26.467 kilót mentettünk meg. Ez napi szinten három áruházból mentik a kollégáink a megye három áruházába, és minden hovas igyekszünk eljutatni, és ezzel együtt is mint egy 36 ezer főt értünk el ez gyűjt, és hát nyilván jelentős ez a mentett áru, ez a 26.467 kiló, ez nagyobb rész ú és tartós élelmiszer, ezt nagyon-nagyon szívesen veszik Ugye mi akkor tudunk osztani, szoktunk mondani, hogy ha kapunk a lakosságtól, ebbe beletartozik a használt ruha, a bútor. Élelmiszergyűjtést egyszer egy évben végzünk a karácsonyi akciók előtt, ezt 11 áruházba végezzük, itt is jelentős mennyiségű, mint egy 4 tonna élelmiszer gyűjtöttünk, és szintén az alapszervezeteinkkel közösen is osztják ki, a, a, településeken, hát nyilván ott tudják az ottani önkénteseink, hogy ki a rászorult, és hát igyekszünk minél több helyre eljutatni, amit kapunk természetesen. Ugye a Vörös Kereszt is egy civil szervezet, és itt is fontos szempont az utánpótlás. A fiatalokat hogyan tudják megszólítani? Természetesen nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy, hogy meglegyen az utánpótlás, hiszen ahogy említettük tagjaink sorában is, mintegy 14 alapszervezetünk van ifjúsági alapszervezet szinten, mintegy 1824 fő tartozik bele, és sok-sok önkéntes. Hát minden iskolába igyekszünk ott lenni, és különböző feladatokkal megszólítani van. Egy nagyon-nagyon jó programunk, a hősképző program, ahol az elsősegélynyújtást próbáljuk belopni a szívükben, hiszen elsősegélynyújtást megtanulni, tanítjuk a gyerekjáték, ezzel is nagyon-nagyon sok fiatalt elérünk, és bekapcsolódnak nyilván a felmenő rendszerű versenyeinkben, mind az elsősegélynyújtásban, mint a csecsemő gondozó versenyben, és számos szép rendezvényt tartunk. Én kérem, hogy a közösségi médiában figyeljék a fiatalok a, a, az ifjúsági vörös keresztnek a megosztásait, hiszen a nyáron is a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatra várják a fiatalokat, ahol a buli mellett azért napi szinten ellátják a strandon, ugye Ellátják azokat, akik megsérülnek. Ez is nagyon-nagyon szokták szeretni. Természetesen a fiatalok részt vesznek minden feladatunkban, hiszen szervezik a véradást az iskolákban, az adományosztásoknál ott vannak hat bázisiskolája van a Magyar Vöröskeresztnek Békés megyében, és négy bázisobodája. Ezekben a intézményekben is próbáljuk becsempészni azokat a programokat, ami a Vöröskereszt feladatai, és azért hál' Istennek mindig-mindig vannak jelentkező fiatalok, akik jönnek és örömmel segítenek nekünk, de hívjuk és várjuk őket is, hiszen, ahogy mondtam, nagyon-nagyon fontos, hogy legyen utánpótlásunk. Hát további eredményes munkát kívánunk. Vendégünk a Vörös Kereszt Békés Vármegyei Szervezetének igazgatója, Tóth Zoltánné volt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.